Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Most azon ritka alkalom van, és ezért elnézést kérek. Nem mindig tudom úgy időzíteni a dolgokat, hogy vasárnap este legyen az esti mese. Most például azért, mert elmaradtam az elsősök tananyagával, és holnap egy elég nagy anyagot szeretnék az elsősöknek elmondani, és ezért most megcserélem a vasárnapi esti mesét, így szombat esti mese lesz a vasárnap esti mese. És hát, hogy mondjam, időnként az időjárás is ellenem van. Nagyon heves szél befújások voltak itt ma, tehát ezért egy picit később veszem fel, tehát már alkonyodik, az alkonyodó napfényében csücsülök. És hát egy meglepő mesét hoztam. A meglepő mesének az a címe, hogy a bolha bőrcipő. És ez is a Magyar Népmese Gyűjteménynek egy meséje. Tehát, ami jellemző, a magyar népmesék között általában nagyon sok a furfangos népmese, tehát azt hiszem, hogy mi szeretjük a csattanókat. És ez azért is fontos, mert hogy igazában véve a csattanó az nem más, mint egy átkeretezés. Tehát amikor valami egy új értelmet nyer például, tehát másképp közelítjük meg a dolgokat, és hát itt ebben a mesében is ez tetten érhető. A mese nem túl hosszú, valójában arról van szó, hogy él egy király, és van egy lánya, és hát a lány most már felcseperedett, de nem nagyon, nincs nagyon kedve cseperedni, és ezért igazában véve nagyon sokat lustálkodik az ágyban. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy fizikálisan, biológiailag már éretté vált, és aztán az a helyzet, hogy még, hát nem ritka ez ma sem, tehát ma is vannak 30 éves nagy gyerekek, tehát igazában véve itt is erről van szó. És hát milyen érdekes ugye a helyzet. Tehát a helyzet az úgy alakul, hogy éppen fekszik délelőtt az ágyba, amikor egyszer csak egy bolha mászik a karjára. És akkor arra gondol, hogy nem üti agyon, hanem inkább elkapja a bolhát. És meg is történik, nagyon büszke magára, hogy ilyen ügyes, hogy el tudott kapni egy ilyen gyors állatot, amelyik ugye elugrik, és ő mégis ezt elkapta. Ennek következtében arra gondol, hogy valamit kéne kezdeni ezzel az állattal, és hát ugye, ahol van a zsíros bödönbe zsír, az mindig azt jelenti, hogy ott azért van egyfajta. Tehát ez régen, tehát az volt a koldus szegény ember, akinek nem volt zsír a zsíros bödönben. És beteszi a zsíros bödönbe, és a bolha köszöni szépen, ott jól el van. És hát a mese, ugye azért mese, hogy
időnként fantasztikus dolgokat is el akar velünk hitetni. Tehát a bolha jól el van a zsírosbödönbe, és hízik, 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 még nem akkora lesz, hogy már alig fér el a zsírosbödönbe. És ki is eszi az összes zsírt. És akkor, amikor észreveszi a királylány, hogy így megnőtt a bolhája, akkor hivat egy tímárt, hogy a bolhának a bőrét meg lehetne szerezni. Tehát ha megnyúzza ezt a bolhát, akkor lehet-e esetleg a bolha bőrből neki cipőt csinálni. Mivel jó nagy darab állat lett a bolha, hát Tímár mondja, hogy végül is ő ezt ki tudja készíteni, ezt a bőrt, meg tudja nyúzni a bolhát, és akkor hát ez meg is történik. És a cipész pedig a Tímár által kikészített bőrből csinál a királynőnek, a királylánynak egy cipőt. A királylány ezek után úgy dönt, azt mondja a királynak, hogy ahhoz megy férjhez, aki kitalálja, hogy milyen bőrből készült az ő cipője. És akkor ezt országnak, világnak meghirdetik, és hát persze természetesen jönnek a kérők, és mindenki találgatja, hogy miből készült ez a cipő. A kérők közül megtetszik egy, a mese úgy írja, hogy egy grófi fiú, tehát végül is egy gróf, egy fiatal gróf, aki találgat, de nem találja ki, de már minden kérő elmegy, este van már, és akkor a gróf, hát csak nem találja, pedig a királylány mindent elkövet, tehát úgy tűnik, hogy a királylány már választott, a királylány kiszúrta magának ezt a ifjú grófot, de hát a királylány ugye hiába próbál segíteni, a gróf, a fiatal gróf nem találja ki, hogy bolhabőrből készült a cipője, úgyhogy ennek következtében, hát mondja, hogy jó, hát akkor most már este van, akkor menjen mindenki lefeküdni. De hogy nem, a fiatal gróf kitalált egy olyan dolgot, hogy ő bevonult a királylány szobájába, és ott elbújt a szekrényben. És a királylányhoz ugye megy be a szolgálólány, vagy öltöztető, mindegy, és azt mondja nagy fennhangon az öltöztető nőnek, hogy senki nem fogja kitalálni, hogy a cipőm bolha bőrből készült. A király, vagy a gróf, az ifjú gróf, az hallja ugye a szekrényből, úgyhogy most már csak az volt a dolga, hogy hogy tud onnan kiosonni. Ez meg is történik. És másnap ismét beáll a sorba, mindenki, aki próbálkozik, mondja, hogy ebből készült, abból készült, senki nem találja el. És aztán a ifjú gróf kerül sorra, aki elmondja, hogy én tudom, király kisasszony, hogy miből készült a te cipőd. Na, ha tudod, akkor mondd ki, bolha bőrből. Felkacag a királylány, valójában boldog. Tehát igazában véve ő már kiszúrta. Ez egyébként nekem az a véleményem, hogy mindig a nő dönt. Tehát mi férfiak észre se vesszük, hogy egy nő már minket kiszúrt. És aztán a helyzet nagyon gyakran úgy alakul, hogy megteremtik a hölgyek, hogy kitaláljuk, hogy miből, milyen bőrből van a cipőjük, és akkor összejön a kapcsolat. Na, de ezt most csak úgy zárjelesen. Tehát természetesen a mese ezek után úgy folytatódik, hogy megtörténik a nagy lagzi, és hát boldogan élnek, még meg nem halnak. És hát végül is ez egy viszonylag egyszerű kis mese, nem egy túl nagy
túl bonyolult mese, de mégis érdekes kérdéseket vet fel. Az egyik ugye, hogy a király kisasszony nehezen indul el a felnőtt életbe. És itt jönnek be azok a úgynevezett véletlenek, amelyek segítenek. Két asztrológiai analógia jelenik itt meg, az egyik a bolha. A bolha, amely vérszívó állat, és ilyen értelemben a Mars alá tartozik, minden vérszívó a Mars alá tartozik, és aztán ez a bolha a zsíros bödömben fantasztikusan nagyra megnő. Na most itt megjelenik a Jupiter, ami a gazdagságnak a szimbóluma, tehát alapjában véve a bőség az nem csak a zsíros bödömben van jelen, hanem a bolha is ezek után óriási nagyra nő. És hát ilyen értelemben ugye megjelent a Mars és a Jupiter. És amikor eljutunk ahhoz a részhez, hogy a tímár megnyúzza és bőrt csinál belőle, és cipő készül ebből a bőrből, akkor viszont eljutunk a Szaturnusz bolygóhoz. Na most valójában azt lehet mondani, hogy ahogy a bolha átmegy egy átalakuláson, a királylány is átmegy egy átalakuláson. A királylány, aki egyszer csak gondol egyet, és elkapja a bolhát, nem csapja agyon, tehát nem, tehát a Mars megjelenik, de ő nem gyilkos indulattal agyonvágja, hanem úgy dönt, hogy beteszi a zsíros bödömbe. Vagyis magyarul jól tartja a bolhát. Ez kicsit olyan, mint biztos ismerik a Béka király című mesét. Ugye ott a király kisasszony mindent megígér, hogy az elveszett kis gyöngye vagy üveggolyója meglegyen. Ő nem akarja a békát jól tartani, csak a béka kiköveteli magának, és aztán hercegé változik. Itt ez megfordult, tehát a királylány önként és dalolva jól tartja a bolháját. Ilyen értelemben mondhatjuk, hogy a Marsát, ami viszont mindenféleképpen megjelenik marsikus értelemben a férfi oldal is. Tehát előbb vagy utóbb a lányban meg kell, hogy szülessen, hogy szüksége van a másik nemre. És először a bolha, amit ő jól tart. Tehát ugye itt megint tetten érhetjük, hogy van egy varázslatos állat, hiszen az, hogy egy, mit tudom én, egy incurka-pincurka bolhából egy hatalmas nagy bolha legyen, ennek, tehát ez itt a mese, ez irreális. Igen, de szimbolikusan arról van szó, hogy a jupiteri vonalat képviseli, tehát először is nem bántja, másodszor beteszi a zsíros bödönbe, ami bizonyos értelemben a gazdagságnak a szimbóluma, főleg akkor, ha tele van. És ilyen értelemben ez a bolha jó nagyra meg is nő. Vagyis mondhatjuk azt, hogy a kezdetben kicsiny bolhácska, az azáltal, hogy egy jó nagyra növő állat lesz belőle, ez egy bővülést jelent, egy minőségi változást jelent, és egy mennyiségi változást is. Tehát a mennyiségi és a minőségi együtt jár, és ez a változás, ez meghozza azt is, hogy a királylányban is, tehát a királylány is meglépi, tehát ő benne is megjelenik a bővülés, és most már akár férjhez is mehetek, ugye? Tehát most már megjelenik ez a döntés, és hát ezek után egy nagyon izgalmas kérdés következik, ami
a bolha bőrnek a cipővé átalakítása. A cipő az abszolút szaturnuszi szimbólum, a bőr is szaturnuszi szimbólum, és ez pedig kétszeresen megjelenik. Tehát egyrészt a Szaturnusz a kerub, aki az ajtón álló, ha úgy tetszik, és a küszöb őre, aki felteszi a kérdést, és az ember vagy tudja a varázsszót, vagy nem tudja a varázsszót, de ha nem tudja a varázsszót, akkor a kerub visszazavarja. Tehát igazában véve, ezek után a lány úgy választ magának komoly, tehát szaturnuszi férjet, hogy meg kell fejtenie a kérőnek, hogy milyen bőrből készült a cipő. Ami azért is érdekes, mert az állat eredetileg marsikus állat, tehát a királylány bizonyos értelemben, hát persze nagyon szelíd módon, hiszen szimbolikusan, ő azt mondja, hogy érett nő vagyok már, eladó sorba kerültem, tehát bizonyos értelemben felajánkozik. Igen, de csak az vihet el, aki tudja, hogy milyen bőrből készült a cipőm. Tehát itt jelenik meg, tehát van-e elég találékonyság az én férjuramba, van-e elég okosság az én férjuramba, mármint jövendőbeli férjuramba, és egyáltalán hogyan tehát kitalálja-e? Ugye igazában véve ez egy jó játék is, mert ha nem találja ki, hát akkor valójában nincs meg a párom. Tehát akkor lehet takarózni azzal, hogy én itt voltak a kérők, én rajtam nem múlt, nem találták ki, hogy milyen bőrből van a cipőm. Aztán megjelenik a gróf, az ifjú gróf, aki megtetszik a királylánynak. És onnantól kezdve, hát érdekes a mese, mert azért az, hogy egy királylány szobájában elrejtőzni, ugye azért ezt ma így a 21. század elején a sanda gyanunk az, hogy nem csak elrejtőzött. Tehát feltételezzük, hogy ott már volt valami előjáték. De hát erről a mese nyilvánvalóan, a mesék nem erkölcstelenek, tehát a mese nem beszél arról, hogy házasság előtti szex, vagy kipróbálják egymást, tehát nyilván erről nincsen szó. Viszont ott megtudja az ifjú gróf, hogy bolhabőrből készült. Tehát érdemes azért ebbe belegondolni. Tehát azzal, hogy ő már bemegy a királylány szobájába, a királylány megadja akaratán vagy tudtán kívül, de megadja a megoldást. Ami megint a tudattalannak a szerepét hozza elő, hiszen a királylány tételezzük fel, hogy nem tudja, hogy ott van ez a fiú elbújva a szekrényben. Tehát ennek következtében mondhatjuk azt, hogy a királylány tudattalanul elszólja magát, de valójában tudat alatt ő el is akarja szólni magát. Ő igazában véve már legszívesebben megmondta volna a grófnak a megoldást, mert megtetszett neki ez a férfi. És ő választott. Úgyhogy innentől kezdve a mese már abszolút megoldást kínál, a gróf másnap már tudja, hogy mi a megoldás, és ezáltal megtalálták egymást. Az
megint egy izgalmas dolog, hogyha a ifjú kérő szempontjából, vagy a kérők szempontjából nézzük, akkor valójában ebben a mesében is megjelenik egy úgynevezett próba. Tehát az aranykapun bebújni csak akkor lehet, hogyha előtte megpróbálják azt a férfit. Mennyire megbízható az a férfi? Mennyire találékony az a férfi? És hát végül is ugye a királylány tudtán vagy akaratán kívül, tudatos akaratán kívül megadta a megoldást a saját aranykapujához, úgyhogy innentől kezdve boldogan élnek, még meg nem haltak, fejeződik be a magyar népmese, és hát azt hiszem, hogy megint egy picit úgy érdekes aspektusokat tudtunk ebből a egyébként rövid kis meséből is felmutatni önmagunk számára. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattak. Legyen jó hétvégéjük, viszontlátásra!